Átírná a szakszervezeti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló törvényt a kormány. Az érdekvédők szerint ezzel megkezdődött a szakszervezetek ellehetetlenítése. A VDS arra szólítja fel tagjait, hogy tiltakozzanak a működésük megbénítását célzó tervezet ellen. Vendégünk Székely Tamás. Aki az említett VDS-nek az elnöke, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A VDS-nek hány tagja van? Több mint 23 ezer. 23 ezer ember, aki megy tüntetni, az hatásos? Szerintem nem. Itt sokkal nagyobb összefogásra van szükség a szakszervezetekről. Igaz, hogy most ugye sokan azt mondják, hogy hát ez csak a közszférát érdekli és érinti, de én azt gondolom, hogy itt nem erről van szó. Az első körben már egyszer megcsinálták a rendvédelem területén, akkor láttuk azt, hogy mi lesz a tagdíj mellemvonás következménye. Most jön a közszféra, és utána egy tolónás és a versenyszféra ugyanezt fogja elszenvedni. Ennek nagyon-nagyon súlyos következménye lehet szakszervezeti oldalról. Praktikusan, ugye most úgy néz ki, hogyha valaki nem szakszervezeti tag, akkor nyilván nem tudja, hogy a munkaadó levonja a tagdíjat is elutalja. Így van, mert a munkaadó meghatalmazza a munkáltatót, hogy vonja le. Ez ugyanolyan, mint a gyerektartási díj. A gyerektartási díjat is adott esetben a munkáltató vonja le. Ezek után a szakszervezet megkapja, és akkor ő megkapta X-től Y-tól a tagdíját. Így van. Ha ez nem így történik, akkor magának a szakszervezetnek kell szólni X-nek és Y-nak, hogy utalj, légy hát egyrészt igen, másrészt ez a munkáltatóknak sem lesz jó, mert a munkáltató így tudja, hogy létszámarányosan mennyi a szakszervezeti tag, tehát adott esetben reprezentatív a szakszervezeti, kollektív szerződésre és bértárgyalásra jogosult. Most, hogyha ez nem lesz, akkor elkezdődik majd a felek között egy vita, hogy akkor mivel igazolja, hogyan igazolja azt, hogy a létszám az mekkora, és ez valóban lefedje a reprezentativitási szükségességet. Tehát teljesen abnormális ez az egész, és teljesen életszerűtlen, amit itt ez a javaslat tartalmaz. Régen ez nem úgy volt, hogy szedték a tagdíjat a dolgozóktól? Volt a szakszervezeti bizalmi, és akkor ment körbe és szedte a díjat. Ez régen-régen volt, most már azért más világot élünk. De most ezzel visszakényszeríteni a kormány mondjuk ide az öntagságát? Adott esetben itt egy olyan helyzet teremtődne, hogy nagyon sokan kényelmi helyzetből ezt az utat választották. Egyébként zöldmezős területen sok esetben már a szakszervezeti tagok önként fizetnek, mert ott más a felállás, de én azt látom, hogy ez mindenféleképpen egy biztonságot jelent azon szakszervezeteknek, ahol nagy a létszám, és ebből a szempontból ez egy nagyon komoly szakszervezetelés lépés. Nézzük azt meg a kormány oldaláról, hogy vajon mi motiválhatja. Ugye ebbe a körbe illeszkednek az egészségügyben működő szakszervezetek és az oktatásügyben működő szakszervezetek. Nem erről szól ez? De, ez pont erről szól, és utána szépen megyünk tovább azokra a területekre, amelyek adott esetben nem kívánatosak a szakszervezet számára. Nézzük meg azt, számára. Úgy olyan szempontból, hogy majd akkor, hogyha akkumulátorgyárak lesznek, akkor az akkumulátorgyár területén a munkavállalókat hogy szervezzük. Adott esetben, hogyha a harmadik országbeli munkavállalóknak a kommunikációja nehezebb, akkor sokkal nehezebb lesz ezeknek a munkavállalóknak a szervezése, sokkal nehezebb lesz a munkabéke megteremtése, tehát teljesen látszik az, hogy a stratégia a kormányzat részéről ellehetetleníteni a szakszervezeteknek a működését. Amely szakszervezeteket egyébként is eléggé gyengélkednek. Tehát a szervezettség az eléggé alacsonynak mondható, erre rendszeresen panaszkodnak is a szakszervezeti vezetők, de miért nem tudnak tenni ellene? Sok szakszervezet tesz érte, a VDS is nagyon sok mindent tesz, ennek köszönhető, hogy mi vagyunk a legnagyobb ipari szakszervezet Magyarországon, de ebből a szempontból való igaz, hogy sok mindent tenni kell. Most adott esetben, hogyha az erőforrásokat arra fogják fordítani a szakszervezetek, hogy a tagdíj után kell vadászni, akkor még nagyobb feladat lesz ez a része, és kevesebb lesz a szakmai része a szakszervezeti munkának. Ez további eszkalálódást fog okozni egyébként, és ez megint oda vezet, hogy le fogunk szakadni bérekben, juttatásokban, és mindenki panaszkodni fog, hogy megint hol tart a magyar munkavállaló. És majd azt fogják mondani, hogy a szakszervezetek nem csináltak semmit. Nem csinálnak semmit. Így van, pontosan. Miközben nincs tagságuk, amelyik nyomást tudna gyakorolni a kormányzatra. Említette az előbb a külföldi munkásokat, a vendégmunkásokat.
Mennyire van már nyomás a szakszervezeteken, hogy valamit ez ügyben mondjanak, csináljanak? Ugye itt több százezer vendégmunkás érkezését prognosztizálják pont az akkumulátorgyára kapcsán, amit ön említett. Nyilván ez megbolygatja a munkaerőpiacot. Egyrészt biztos, hogy meg fogja bolygatni, másrészt ennek hosszabb távon nagyon komoly hatása lesz az átlagkeresetekre, főleg az alacsony ismereteket bíró munkavállalók körében. Mi egyben egyébként most az utóbbi időben nagyon sokat dolgozunk annak érdekében, hogy felkészítsük azokat a munkavállalókat, akik adott esetben Magyarországra jöttek már, hogy miért fontos ma Magyarországon szakszervezeti tagnak lenni. Ez egy nagyon-nagyon komoly feladat. Megmondom őszintén, hogy a hatásfoka is... Bangladesből, vagy Indonéziából, vagy Vietnámból érkező vendégmunkások, a kínai gyárakban dolgozó vendégmunkások körében lesz sikeres? A siker az akkor lesz mérhető, hogyha látjuk azt, hogy nem zuhannak le adott esetben a bérek, mert ez egy óriási kérdés, hogy abban az esetben, hogyha ezekben a munkakörökben külföldi munkavállalók kerülnek, akkor milyen ütemben fognak nőni az átlagkeresetekben ezekben az ágazatokban. Debrecen környéki településeken már cikk is jelent meg róla a helyszíni riport formájában, ilyen 150-180 ezer forintos vendégmunkás bérekről beszélnek, ami ugye a magyarországi minimálbér alatti összeg. Így van. Az hogy lehet? Ez a fő kérdés, és ezért kell szakszervezet, és ezért kell az érdekképviseletet megszervezni ezen munkavállalók számára is, mert hogyha ez nem történik meg, akkor ez a tendencia az erősödni fog, és ez az egész térség bérhelyzetét befolyásolni fogja. Ez nem kérdés. És meggyőződésem egyébként, hogy ebben az előterjesztett kormányzati szándékban ez is benne van, hogy még jobban gyengítsék ennek a szakszervezeteket. Van már különböző ázsiai nyelveket beszélő tolmácsa? Tolmács nincsen, de egyébként általában az Fülöp-szigetről érkező munkavállalók nagyon jól beszélnek angolul. Ukrán esetben vannak olyan bázisaink, ahol magyar ajkúak tolmácsolnak ukrán kollégáknak. Hát van dolguk, bőségesen jó munkát kívánok. Székely Tamás, a VDS elnöke volt a vendégünk. A következő vendége az Egyenes Beszédnek átmeneti időre, Vogyarák Anikó. Szervusz, Anikó! Szervusz, jó estét kívánok! A köztársasági elnök ma aláírta az új ukrán-budapesti nagykövet engedélyét, ez az atv.hu értesülése, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni, arról, hogy miért kellett 3 hónapot várni erre, állítólag azért, mert Novák Katalin nem fogadta Novák Katalin hívásait. Aztán szó lesz majd az árvíz helyzetről is, Orbán Viktor posztolt egyet, amelyben spontán telefonál és utasítja Istvánt, hogy minden rendben menjen. Úgy tűnik tényleg minden rendben megy, de ki az az István? Megmutatjuk majd a felvételt, és erről is fogunk beszélgetni. A Republikon készített egy felmérést, hogyha úgy veszük nézőpont kérdése, hogy hogyan kommunikáljuk ezt. Például mondhatom azt, hogy fél éve nem volt ilyen népszerűtlen a Fidesz, de mondhatom azt is, hogy alig csökkent a Fidesz népszerűsége. Ki fogjuk tárgyalni, ráadásul Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke lesz az egyik vendégem, úgyhogy beszélünk majd az okokról. Szó lesz az inflációról. Ehhez kapcsolódik a nap kérdése. Ön szerint is kevésbé drágultak az élelmiszerek? Igen vagy nem? Még szavazzanak az adásig. Szó lesz még háziorvosi praxisokról is, és persze az önkormányzatok vizsgálatáról. Tartsanak velünk. Anikónak köszönöm az ajánlatot, holnap este pedig én is várom önöket, akkor meg velem tartsanak. Majd jön az Egyenes Beszéd holnap 19.25-kor, most pedig tehát a nap híre, Bogyarák Anikóval. Szép estét, viszontlátásra!